Máriusz, gratulálunk a 100. NB1-es mérkőzésedhez. A győzelem sajnos nem jött össze, de így is egy nagyon szép mérföldkőhöz értél. Hogyan értékeled ezt a találkozót? Köszönöm szépen. Persze szerettem volna ezt ünnepelni egy győzelemmel, és úgy éreztem részben, hogy meg is érdemeltük volna, viszont néha a foci ilyen, hogy hiába jól játszasz, ha az ellenfél kihasználja kis lehetőségeket. Sajnos ez lett a végeredmény ma. Milyen volt még ez a mérkőzés belülről, hogy a szemed fölött most azért az a monokli az arról árulkodik, hogy kemény csata volt? Valóban egy kemény csata volt, viszont erre is készültünk, és még egyszer mondom, úgy gondolom, hogy játékban teljesítettük a csata részét, viszont focit gólra játsszák, és nem mi győztünk ma. Nincs sok időnk nyalogatni a sebeinket, hiszen rögtön várunk a következő bajnoki, Zalaegerszeg ellen hazai pályán. Attól a találkozótól mit válsz, illetve szerinted holnapra már ezt maga mögött tudja hagyni a csapat, ezt a mai vereséget? Persze, muszáj is, és ebből a szempontból az jó, hogy 3 nap múlva játszunk már megint, és tudunk szépíteni ezen, és természetesen csak 3 pontért fogunk harcolni szerdán.